Október 31-én csütörtökön Halloween alkalmából szerveztek Anonym Night-ot. Mit lehet erről tudni, honnan jött az ötlet? Sziasztok, üdvözlöm a kedves nézőket! Ezt még a nyáron vetettük fel a párommal, hogy jó lenne csinálni egy ilyen halloweeni bulit. Úgy gondoljuk, hogy akár a fiatalságnak, akár pedig akár még generációnak kell egy kis kikapcsolódás. Nem véletlenül hoztuk létre a Bonaszérát mezőtúrom, és most fogtunk bele a rendezvény szervezésbe. És mennyire ment könnyen egyébként a szervezés? Milyen szempontok alapján válogattátok össze a fellépőket? Maximálisan arra törekedtünk, hogy most kizárólag a fiatal réteget célozzuk meg, hiszen úgy gondoljuk, hogy kellene nekik, hogy ne kelljen elmennünk vidékre ahhoz, hogy jól érezzék magukat. A városban is vannak ugye lehetőségek, de mi próbáltunk egy olyat alkotni, ami mondjuk kifejezetten egyedi. A fellépőket azt szerint szedtük ugye össze, hogy megcéloztuk ugye a generációt. A generáció az 16-tól 20 évesig volt, ez alapján lettek össze komponálva ugye a fellépők. Időrendi sorrendben is, ugye, hogy a fiatalabbat ugye elengedik 1-2-ig, akkor még meg tudja nézni a most nagyon futó Tédennének a műsorát, utána már az idősebb generációt céloztuk meg egy uzamosabb diszkóval tulajdonképpen. Tehát tulajdonképpen a célotok az volt, hogy a fiatalok számára egy új lehetőséget nyissatok. Úgy gondoljátok egyébként, hogy sikerült ezt megvalósítani? Hát mivel az a rendezvény teltházas volt, így igen, hála jó Istennek. Mezőtúrról, Túrkevérről, Kisújszállásról, Karcagról, Szarvasról, Gyomaendrődről, Törökszent Miklósról, a környező városokból rengeteg fiatal érkezett hozzánk. Én szeretnénk megköszönni minden kedves promóternek, aki segített a környező városokban a jegyeket árusítani, illetve a város lakosságának, hogy ilyen pozitívan álltak az esemény fogadtatásához. Egyébként milyen visszajelzések érkeztek a bulizók felől, hogy hogyan sikerült ez a parti? Hála jó Istennek, nagyon pozitív visszhangja volt a dolognak. Nagyon rendesek voltak a srácok, illetve a lányok, akik jöttek hozzánk szórakozni. Abszolút normálisan viselkedtek, a biztonsági szolgálatnak egyetlen egyszer sem volt dolga. Az éjszaka folyamán teljesen kultúráltan szórakoztak. A jövőben terveztek-e újabb hasonló bulikat szervezni? Mindenféleképpen. Azoknak mi lesz a tematikája? Esetleg van-e valami észrevétel, hogy mit kell máshogy csinálni, mivel ez volt az első rendezvényetek, amit szerveztetek, vagy úgy gondoljátok, hogy minden mehet úgy, ahogy eddig? Úgy próbáljuk meg az egészet felépíteni, hogy legyen egy fiatalokat megcélzó közönség, illetve legyen egy az idősebb korosztályt megcélzó közönség. A fiatalokat, illetve az idősebbeket is egy brand fogja magában foglalni. A Buenaszerra szárnyai alatt fog egy új dolog felfutni, ennek pedig Buena Night lesz a neve a rendezvény sorozatunknak. Ez már teljes egészében saját. És lehetett tudni, hogy mikor kezdődik majd el ez a rendezvény sorozat? Ha minden jól megy, akkor jövő tavasszal kezdődik a rendezvény sorozat, és akkor onnantól kezdve, ahogy tudjuk tartani az iramat, illetve a lépést magunkkal szemben. Persze a város egyéb rendezvényében nem szeretnénk konkurensek lenni, gondolok itt ugye a nyáron megrendezett fesztiválra. Mi nagyon örülünk, hogy nem egyedül mi csináljuk ezeket a dolgokat a városban, hanem vannak ugyanolyan érdeklődésű emberek, akik ugyanis szeretnék ezt csinálni. A helyszín az továbbra is egyébként a főiskola marad? Leginkább a főiskolát céloznám meg, igen.